Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, nézzük is a piaci áttekintést, túl a kezdő képet. Jó, meg lesz, és akkor haladjunk is, azt írtam fel, hogy pár száz dollárra vagyunk a kilövéstől, mert itt nagyon itt kóvályok, hogy a piros medvetrendvonalat megtörje. Azt mondja, hogy Bitcoin 41.200 dollár környékén 2,7%-et, már majdnem zöld pólót felvettem, még ha megtörte volna ezt a piros trendre vonalat, meg 3% fölött lennénk mind a kettő egyszerre. Lehet, hogy lesz is még híradó után, még itt hajnal kettőig még simán megtörheti. Meglátjuk, de vissza is fordulhat, ugyebár az a másik, na mindjárt megnézzük kisebb nézetbe. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy kezdünk megindulni, remélem az lesz és nem visszafordulni fog, már épp itt lenne az ideje. Na haladjunk is, 41.200-on a Bitcoin 2,7%-at nőtt a... Most már még mindig egy éves, meg két éves mozgó átlag közt van, de már kicsit közeledik megint vissza az egy éves irányába. A napi RSI az 43-on van, innen bőven nőhet még felfelé, és akkor nézzük kisebb nézetbe. 4 órásban így néz ki, ugye már itt ez a nagy piros trendvonal, ezt meg kéne törnünk, amint ennek átjön a jó oldalára, akár el is szállhat, vagy még lehet, hogy meg fog támaszkodni, még akár lehet, hogy még az is jó lenne, hogyha itt lecsorogna, és akkor utána pattanna egy nagyot 40-től, az is lehet, hogy már innen pattan, a francia tudja, a lényeg, hogy törje meg itt ezt a piros trendvonalat, és utána van nyugalom. Jó, mert ugye már rosszabb esetben, meg most itt jaj, megfordul, és akkor beszakadunk 40 alá. Komolyabban is, bár ahogy elmúlt napokban látszott, nem nagyon próbálták, de nem sikerült lehúzni. Úgyhogy nem igazán, akkor ez már nagyon úgy néz ki 40 alá menni. Na jó, persze bármikor jöhetnek csodák, nézzük tovább, azt mondja, hogy egy órásban így nézzük. Jaj, de szép, az egy órással látszik, hogy már megy komolyabban megint, hogy meg akarja törni. 15 perces így néz ki, a heti gyertyánk így áll, már kezd kanócosodni alul végre már. A havi gyertyánk pedig így néz ki, és akkor nézzük is körülöttünk a helyzet, mert a hagyományos tőzsde beindult, én is most itt visszavettem, mindenfélét bevásárolgattam tegnap este még 10 óra, 4 perckor, vagy valahogy így, ahogy még az S&P-be utolsó 3 gyertya megjött, lehet, hogy kezdem is azzal, nem, kezdjük az elején, aranka, jaj, de megy fel az aranka, igen, 1978 dolláros áron kapható egy uncia arany, 0,6%-ot nőtt ma. Az olaj is elkezdett nőni, az olajnak is az ára pedig már lenyugodott. Most nőtt 3%-ot, 104 dolláron van az olaj. A gáz az megrepül ki az égből, az már ezt csinálja hetek óta. Majdnem 5%-ot nőtt ma is a gáz, már 7 dolláron van. A nem tudom miben mérik, köbméter vagy mi lehet, az tök mindegy. Az a lényeg, hogy száll ki a világból, nő az ára embertelenül. Na, a félelem a tőzsdén az alább hagyott, már megint lejött 22-re. A Nasdaq 1,7% pluszban van, az S&P 1% pluszban van, a Dow Jones 0,8% pluszban van, jönnek már a zöldgyertyák szépen. És akkor mondjuk, nézzük, hát lehet 15 perces, hogy mindegyiket megnézni akár. Nasdaq, így néz ki ő szépen, amit behúztam, csak itt sat per kb-ra ezeket a trendvonalakat, mert azért Nasdaq alatt főleg ott úgy görbül, hogy ott nem is lehetett trend csatornát behúzni rendesen, de úgy néz ki, hogy azért csak elkaptam valamit. Mint itt megtámaszkodott volna, és akkor most indulna még tovább. Jaj, de jó, mert ha ez indul még tovább, akkor itt húzza magával pont mostan a törés határa. Ugyebár itt volt, itt megállt órákkal ezelőtt, megállt, visszafordult egy kicsit, de most megint töri, amint a Nasdaq kidugja itt a fejét, a Bitcoin is kidugja a piros trendzónából, azt repül fel az égbe. Oké, S&P, szintén zenész, ugyanazt csinálja, mint a Nasdaq, meg hát a Dow Jones is ugyanazt fogja csinálni, egyértelmű Dow Jones is ugyanazt csinálja. Úgyhogy jó, tök jó hírek ezek, na végre már, úgy néz ki, most már megint a rövid távú aljat azt megtaláltuk, és akkor húzunk felfelé, na már mindjárt 41.300-an a Bitcoin. Ugyanaz látszik, ugyanazt mutatja a Bitcoin is, mint a hagyományos tőzsde plafon, kicsit vissza, most megint töri meg mindjárt itt a kritikus zónát, húzzák kifelé az égbe, mert már erre várunk egy fél éve lassan. Na jó. Azt mondja, hogy úgyhogy jó, hogy kadénát, vézet, nyílt rúnát, mindenemet elköltöttem, hogy volt ez a kemény 2%-ét, még mindent visszaveszegettem. De hát már is pluszban vannak tegnaphoz képest, úgyhogy jaj, mert várjunk már, a legfontosabb kezdjük, mert utána el fogom felejteni. Legfontosabb S&P-nél néztem át, meg Nasdaqot, meg Dow Jones, meg minden tegnap este 10-kor, és a percesbe be kell váltanom, mert az volt a végső megerősítés. Percesbe, azt mondja, jó, hát itt lehet bőven tekerni, pillanat, mindjárt kikeresem tegnap estét, na, oké. Okay. 12 tegnap este, jó, ja 10, itt volt az árás, oké, ott van 13.
Tehát úgy zárt az S&P, hogy egyszer irgalmatlan zöld gyertyában már 10 órakor, ugye már csak pici vonalakat mutat, ezek itt már nem mutatják, nem ülnek rendesen a gyertyák, de alul a volumon, a kereskedelmi mennyiséggel látszott, hogy brutálisokat vettek 10 órakor, tehát megtolták, hogy másnap megint majd vásárolni akarnak, utána 1 perce, 22 óra, akkor 22 óra, 2 perckor is, meg 3 perckor is, itt végig zöld volt minden 2-3 percig, úgyhogy én néztem, én ott mindent visszavettem. Amit utolsót is elköltöttem, nekem nagyon úgy tűnt, hogy ez lesz az alja, és ma meg fogunk indulni. Hogy még egy kicsit napközben ráncigáltak, de ahogy beindult a tőzsde délután, már húzta is fel magával a bitcoint, meg az egész kriptopiacot. Úgyhogy azt mondja, hogy kezdjük ezzel, mert ja, akkor utána nem fogok itt ezzel szórakozni, mert el ne felejtsem a végén. Nézzük is, javárjunk csak hát még egyszer vissza S&P-re, meg a jobb szélre az egészet, meg egy 15 perceset még. Kuksizunk, megmutassad magadat, igen, és kb. Így, az egy percesek már nem kell. Jó, és akkor tegnap, ugye vár ez a mai, tegnap este 10-kor ízzel látszott, itt is az utolsó két negyed órában, három negyed órában olyan zöld gyertyák voltak, hogy csak na itt alul a volume kereskedelmi mennyiség is úgy megnőtt, hogy vásárolták ezerrel. Várható volt, hogy ma innen pattanni fog, és akkor megindul a tőzsde, meg is indult. Na most ne állj meg, jó, de hát egy picit korrigálgat vissza, mert pont határon van, utána meg remélem, hogy már ha minden jól megy, akár már a piaci áttekintés itt a videó végére, addigra már reméljük ezt meg is töri, meg a bitcoin is megtöri a piros vonalat, na majd meglátjuk. Oké, akkor azt mondja, hogy nézz, jaj, nem nézzük tovább, mert mit hol vettem, igen, és akkor vévzett, na most már kezd azért úgy, ahogy visszajönni, vévzett, hogy magasabban merül, tegnap este 10-kor itt volt, hol volt 10-kor? Este 10-kor, igen, 10 óra, 5 perckor, valahogy így vettem el 4-5 perc környékén mindent vissza. Igen, 22, 21, 90, 90, 22-n vettem itt vissza, hát az alatt még a vízon még picit lentebb van, remélem most már összekapja magát, mert azért ekkora csökkenés után igazán illene megindulnia. És akkor a Waves-nél úgy csináltam, hogy jó, még be se jelöltem. Hogy itt ugye már 22 dollárnál visszavettem még ebből a 40% eladásból, hogy innen is 20%-at, hát hosszú távon már csak 10-eket fogok, vagy ilyenek, de itt nagyon belementem, itt 20%-kal jó magasan vettem az elsőt, mert innen meg se vártam, még leér. Fene gondolta volna, hogy így össze fog esni, na jó. Úgyhogy itt még én visszavettem 20%-et. Hát most akkor átlagban olyan 30 dolláron, 31 dolláron, ilyesmi. Hát Satzper kb. 30 dolláron van a közepe, mintha 60%-ot 30-on vettem volna vissza, mert 40-en is vettem, 30-on is, meg 20-on is. Úgyhogy oké, most már tényleg indulhatna megfelé tovább. És akkor másik, a NIR protokollból 15 héten vettem, ő tegnap ott volt este 10 óra, akkor gyűlölvi gyertyát lőtt ide fentre, nagyon indulna meg. Azt mondja, hogy 15 hét, aha 15.69-en itt vettem este, csak este 10-kor, nem ennél, hanem ennél. Igen, itt este 10-kor valahol itt 15.69, 15 hét környékén, úgyhogy jó, lesért annál lentebb még most sem már. Oké, ez most nem kell, jó, oké. Tehát a NIR-ből pedig úgy vettem, hogy itt visszavettem, még a, mert itt 20%-ot adtam, mert 10%-ot vettem vissza. 16 félnél, most akkor 15 hétnél visszavettem még 10%-ot, de még egy kicsi maradt is, úgyhogy a NIR-be még egy picit vettem, hogy kerek legyen. Ja, megtoldottam a maradékokból, meg a rúnát is egy picit, mert azt meg 7 dolláron vettem, és itt 15 ugyebár bázis, egy picit még a maradékokból toltam a rúnába is, de nála meg azt mondja, hogy 7,59-en, igen. 7,59-en, itt vettem itt kávé, pont az alján tegnap este 10-kor, valahogy ott elkaptam, azt mondja, hogy tegnap este, hát itt meg, ja, itt nem látszik, akkor egy órásba. Ja, de hogy látszott volna ott, na mindjárt kicsit meg vagyok kavarú, mert nagyon fáradt vagyok, hát már fú, 7-kor keltem, most már mindjárt 9 óra van, azt még egy grammot nem pihentem ma. Na jó, mindjárt meg vagyok a piaci áttekintés, azt mondja, hogy tegnap este 10, itt van az este 10, igen, este 10, itt pont el kappantyúztam 7.59-nél, még visszavettem, úgyhogy a rúnából is a maradék 10%-et, meg még őt meg is toldottam egy kicsit, mintha a maradékokból, mintha tényleg itt 5 dolláron vettem volna, mert amúgy 7 dolláron szálltam vissza bele. Mert eladtam, mert annyira nem nagyon ment, de úgy felkapták most itt márciusban, hogy nem érdemes visszaszállni a rúnába, mert fog ez még menni bőven. Na jó, ezeket eldaráltam. Akkor haladjunk tovább a szokásos menetrend szerint már 41.300-an a bitcoin. Törje ki itt a végére. Nézzük tovább. Jaj, várjunk már, igen, Terra Lunáék még több bitcoint vettek. Azt mondja, hogy most már 42.400-on, ugyebár a hírekben is volt, aki meg box azt nem nézi, akkor 500 bitcoinra vannak a Teslától. Még 500 bitcoint vesznek, és több bitcoinjuk lesz, mint a Teslának.
A már hivatalos cégek közül ők lesznek a legnagyobbak, akinek és a második legnagyobb, legtöbb bitcoinjuk van, mert ugye a MicroStrategy-nek van 125 ezer bitcoinja. Úgyhogy jó, ezt igen, 13-án itt szépen látszik, 2500 bitcoint vettek. Hajnal 4 órakor, 3.55-kor. Oké, és az, ha jól tudom, ez igen, ez a mi időnket mutatja, ez átszámítja arra, hogy melyik időzónában vagyok. Oké, tanulom, még több bitcoint vett. Na, most már akkor nézhetjük, hogy a kifejezésekre hányan keresnek. Na, ez lassan elkezdett indulni megfelé, meg törhetnénk már az 50-et, akkor fog ez igazán belendülni. Azt mondja, hogy elmúlt 7 napban mit mutogatsz nekünk? Oldalazás, oldalazás, de már kisebb növekedés ma már látszik, hogy kezd életre kelni, kezd elpattanni 40 ezerről a piac felfelé. Azt mondja, hogy piaci értékek tekintetében, akkor remélem, hogy visszajött már top 20-ba az Ethereum. Még nem. Még csak a 24. helyen van. 372 billió dolláros a piaci értéke. Mennyire érne be a top 20-ba? Hát itt még 28 kell. Jó, majdnem 10% vagy 8%-at nőnie kell az Ethereumnak, hogy beérjen a top 10-be. 372 billió dolláros jelenleg a piaci érték, és 3094 dolláros áron kapható, kb. 3100. Bitcoin visszajött végre már, hogy illik, legalább a 9. helyre. 782 billió dolláros a piaci érték, és 41.174 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban? Akkor 14 millió 300 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Teljes piacon mi a helyzet? 24 órás kereső mennyiség, és nem is nagyon kereskedtek. Tiszta lighti a piac, de így is 20 fel bőven a bitcoinnak az ára. Csak 84 billió dollár értékben kereskedtek az elmúlt 24 órában. Az hétnek a közepén vagyunk, meg indul meg az egész világpiac. Csodálkozok, és ez nagyon furcsa, nagyon alacsony. Legalább ilyenkor egy 100 szokott lenni az alap, de ahogy megindult a piac, simán 100 fölött itt vártam volna. De mindegy, legalább a kriptovaluták összpiaci értéke visszanőtt 1,9 trillió dollárra. Ebből a bitcoin dominanciája is erősödött egy kicsit, 41,1%, az Ethereum 19,6%, akkor négyetlen 0,739,3% van a többi kriptóban, a teljes piac 3%-ot nőtt az elmúlt 24 óra folyamán. Top 10-ben nagyobb változás, na hát, ez mire felelőzte meg az XRP a Szolanát? Na jó, hát egy százalékra se, jó, atya úristen, egy fél százalékkal előzte meg az XRP a Szolanát piaci értékbe. Jó, most jelenleg 6. helyen XRP, 7. helyen Szolana, 8. helyen Cardano, 9. helyen Tarolona, 10. helyen Avalanche. Polkadot visszajött 12-re, NIR protokoll 17, kiütötte a Polygon Matikját a 18-ra, Cosmos Atom 22. Jó, nagyobbakat megnéztük, DeFi-ben mennyi tőke van lekötve. Hát ez szerintem már mai lesz, úgy nézem, hogy minden újra töltött itt. Azt mondja, hogy keresek egy tegnapot, az 12 volt, na mennyi? Tegnap 207 billió dollár volt lekötve, DeFi-ban most már 212 billió dollár van lekötve. A decentralizált applikációk közül melyik betettek többet, kevesebbet, plusz minusz 5%, appot volt egy 5-ös, Astroportban 5%-kal többet. A Neutrinóból még kivettek még 8%-at, nagyon kezd, ez lehet, hogy a Waves össze fog ülni a végére, vagy nem, de már meg kéne rég indulnia. Ezt a Neutrinót, ezt nagyon gyalázzák most. 8%-ot kiszedtek belőle, azt mondja, hogy kik vannak még itt nagyobbak, hát nagy változás nincs még, akkor, Ada meg amúgy se itt van, hanem akkor nézzük is a blokkláncokat. Blokkláncok tekintetében még betettek be többet, kevesebbet, plusz minusz 5%. Na gyerünk, tőti kézzel, hát nincs, mindenki kb. Ugye, ó, a Waves már megint 5%-ot kiszedtek a Waves-ből, hú, nagyon esik össze a Waves. Egyre csúnyább képet mutat. Hát mindegy, így is a fele már zsebben van még, hogyha leesne a 20 dollárról 10 dollárra, még akkor is az EKB pluszba lennék, mert olyan olcsón vettem, már mondjuk veszegettem is vissza belőle, meg minden, minden, remélem azért legalább még tovább fog menni a Waves, de nem egy olyan irgalmatlan, hogy a portfóliómban alapból az induláskor egyetlen százalék volt benne, úgyhogy meglátjuk, mi lesz vele, most már tényleg ideje lenne megindulnia. NIR protokoll 10%-kal többet toltak bele, majdnem 11-el többet. A Hekóba, nem tudom mi, 8%-kal többet toltak, Torchainnek a rúnájába 5%-kal többet, a Tetába 7%-kal többet. Hoppácska, az Adába majdnem 20%-ot beletoltak. Tjő, nagyon megküldték az Adát. A Joule-ba is tettek majdnem 10-et. Jó, oké, azt mondja, hogy nézzük, talán NFT-k mennyire nem mennek. Hát még mindig egyáltalán nem, még csak 200 ezer dollári, 280 ezer dollárért vásároltak, közelében nincs a milliónak se egyelőre. Akkor jaj, ez a másik, ami ez is, ez nem volt gyenge. 10-kor vagy hajnal 1-kor, mert ugye már visszavettem 10 óra 3-4 perckor, mikor már láttam, hogy jó, itt annyira veszik a piaci záráskor, a hagyományos tőzsdén, a mindent is veszik, mint az állat, hogy itt ma már ez valószínű nőni fog minden. És akkor ezt meg kihozták este? Vagy igen, hajnal 1-kor, mert hajnal 1 óra 10 perctől kezdi el mutatni,
a CNBC, az a Futures-öket, ugye már, hogy a minden future, hogy a piacon, na, akkor Dow Jones futures-be hogy veszik, amikor nem él a piac, vagy be van zárva a piac, de háttérben futures ezeket így is tudnak venni. Úgyhogy ja, először kihozták úgy, hogy a futures részvények magasabbra nőttek 4 perccel azután, 1 óra után, mikor még ki se jöttek az adatok, itt 6 perccel a hivatal, amikor elkezdték mutatni azelőtt, hogy hú, mekkorákat nőttek a futures részvények, mely 100% pluszban vannak, vagy ilyenek, valamit írkáltak. Utána meg lecserélték, pár percre eltűnt ez a hír, és lecserélték arra, hogy ja, egyébként laposak maradtak a futures részvények. Úgyhogy ez is tök fura volt. Utána meg megint visszahozták, hogy akkor nőttek magasabbra a címet, meg így hittek. Ugye itt is volt kavarodás, de már látszott ezen, hogy növekedni fog a sztori. Na jó, itt mi van? Jaj, hát ez nagyon kemény. A Béla mondta, hozta itt, hogy a Coinbase is hozott ki, vagy 50 kriptót hozott ki a Coinbase. És én is mondom, végignéztem, hogy itt Béla tekerik, mondom, hát arra vártam, hogy hát, de mondom, nem bíztam benne, nem hiszem, hogy a kadéna az itt lesz, de mellette mondom, hogy 3-4 jó azért úgy is lesz ebből az 50-ből, majd azokat bemondom. Hát nulla, semmi nulla, egy darab nincs benne, ami épkézláb kriptó lenne. Olyan szarokat tettek fel, hogy hihetetlen itt valami, az elasztott mondja Béla, hogy semmi, senki nem keresi valami 2017-18-as projekt, senkit nem érdekel az égvilágon, ilyenekből 50-et kihoztak a Coinbase-en, úgyhogy nem gyenge. Ezekből nagyon vegyesek én is, hogy végignéztem, egy darabot nem találtam, ami értelmes lenne, vagy valami komolyabb kriptó. Jó, ja, van meg más. Oké, nézzük tovább, mi volt Bélánál másikba. Polygonnak a matikján is indul ilyen játék, itt már renderelik a hajókat hozzá, szép képeket csinálják, meg minden, Star Trek Continuum. Oké, Polygonnak a matikján egyébként. Jó, kit terjeszkedni is próbál. A Matik is, mi volt még itt a Matiknál, még egy dolog van. Gamification, itt is a játékot, igen, a kriptojátékokat hozzák a Matikra. Szolanánál egy 1000 éves hírt hozott fel Béla, hogy a PUBG, nem is tudja, hogy mi az a PUBG, én legalább már hallottam róla, pedig még sose játszottam vele. PBG Developer úgy hívta, nem tudta, hogy mi az a játék, na mindegy, pedig ez irgalmatlanul elterjedt ez a játék. Na jó, ezt már lehoztam hetekkel ezelőtt ezt a hírt. Egyébként március 16-ait kapart elő Béla, nem tudom minek. Egy szolnáról nem volt más. Úgyhogy jó, ezt mondta el Kozmosznál, hogy rengeteg minden összekapcsolódott már. Kozmosz is, és akkor itt mind nincs rajta az Avalancs, meg ez az Avalancs, mondta ő is, úgyhogy izé. Kozmosz is jó cucc. És a NIR protokollt mondott, vagy három dolgot is mondott a végére még. Jaj, ebbe is volt valami komoly dolog, igen. Aha. A Galaxy Digital, Mike Novogratzéknak a nagy kriptocége, annak az anya cége, ez a Digital Currency Group. És azt mondják, hogy náluk a NIR protokoll a harmadik legnagyobb, amit befektettek, nem is Solana, pedig én legalább azt tenném az Ethereum után, de még az Ethereum elé is. Majd ha kijön az Ethereum 2.0 és tényleg olcsó lesz, meg gyors, meg felbírja a versenyt venni a Solanával, akkor esetleg. De addig szerintem sokkal jobb a Solana már most az Ethereumnál, még ha 10-szer kisebb is a piaci értéke. Na de ami a lényeg, hogy a Galaxy Digitalnál azt mondják, hogy a legtöbb pénzük Bitcoinban van, a másik legtöbb Ethereum, a harmadik meg NIR protokollba. Úgyhogy hoppácska, nagyon nem gyenge. És akkor tovább, mert NIR protokollnál még itt volt több dolog is, amit mondott Béla, amik érdekesek voltak. Igen, saját stabil kriptójukat április 20-án hozza a NIR. Milyen nap van ma? 13, egy hét múlva, jövő hét. Szerdán. Szerdán kijön a NIR protokollnak is a saját stabil kriptója. Remélem, magunk is elkezdenek majd venni bitcoin fedezet, az lenne csak a mindennek a csúcsa. És akkor tovább, mi volt még itt? Jaj, aki a Celsiuson, akinek a Celsiuson van kriptója kamatoztatni, ott most meg itt is behozzák ugyanazt, ami hát nem is tudom, hogy már melyik másik kripto tőzsdénél mondták, de mindig az USA-ban az a lényeg, hogy az új versenyző, aki újonnan próbál lekötni, vagy még több pénzt akar itt kriptót lekötni kamatra, az már nem tudja, újaknak már nem engedik, már nem lehet, ez a kamatozási opció nem él, akinek még bent van, annak még adja a kamatot, de már kezdenek rászállni az USA-ba itt a kamatadó, bocsi, kripto cégekre. Na nézzük, mi van még itt. Hírek közül hozták, hogy a Shiba nőtt 20%-at, jó. Azért csak óvatosan vele, NIR protokoll is magasabbra ment, az irgalmatlan jó, hát pont az előbb mondtam, megint sok plusz infót kapcsolatban vele, hogy mennyire jó. Akkor tovább, Vész mondják, hogy egy hónapos mélypontján van a Vész, úgyhogy kezdek már én is csöppet aggódni a Vész miatt. Na jó, hát annyira jön nagyban is, hát minimális, amit a portfólióba kitesz, de most hát tényleg össze kéne kapnia magát. Illetve a Bitcoin Cash nőtt még 10%-at, hát az senkinek az egyáltalán nem megy. A Bitcoin Cash tavaly sem ment sem erre, úgyhogy nem ajánlom senkinek, hiába nőtt 10%-ot. Na jó, Karénánál mik jöttek? Jaj, remélem, hogy sok minden, mert már annyira fáradt vagyok, hogy már tényleg pihennem kéne.
14 órája talpon vagyok pihenés nélkül, azt mondja, hogy jó, igen, ja, és kihoztak egy fél zsák cuccot, na nézzük, mik vannak itt. Eddig nagy siker, az X Wallet a Kadénának a hivatalos pénztárcája, 10 000-en töltötték le. Oké, tök jó, zsírság, mindenki, 5 csillag jobbra-balra, mindenhonnan, oké, hát mi is, jó, hát kisebbet amúgy se tenne be senki reklámnak. Na jó, nézzük tovább. Miközben a Kaddexnek a hivatalos auditja továbbra is folyik, ugyebár a felülvizsgálata a decentralizált tőzsdéjüknek, na majd amikor ez kijön, akkor fog meg, amikor a Coinbase-re felkerül, azt se ártana már, mert a Binance-os szinte semmit nem tart az áron. Coinbase hát, ha jön lassan ott is, ezért. Listázzák a Kadénát. Na de a másik, hogy a Kaddex tike, hogy jöjjön a Kaddex, mert akkor fog irgalmatlanul nőni, akkor fognak tudni jól rengeteg tőkét lekötni a Kadénában. Én is le fogom szerintem a Kadénámnak egy részét kötni. Oké. Jó, Kaddex béta. Jó, hát az a lényeg, hogy folyamatban van a felülvizsgálat, reméljük lassan befejeződik, és akkor hivatalosan is kiadják a Kaddexet. Jó, itt van valami, hát ezeket nem, semmi időm nincs arra, hogy ilyeneket hallgassak most. Itt volt megint valami beszélgetés. A lényeget már többszörösen elmondtam, általában csak ismétlik a sztorikat, vagy ugyan, már újat nem nagyon tudnak nekem sem mondani Kadénával kapcsolatban, annyi minden videót megnéztem már tőle, azt meg már le is hoztam itt a Kadénás videóban nektek folyamatosan mindig. Azt mondja, hogy... Oké, mit csinálnak ezek? Enigma... Igen, reklámoz az Enigma Economy NFT is a Kadénát. Oké, igazi, valódi decentralizáció van a Kadénánál, ugye bár tök jó. Itt is volt erről is valami beszélgetés. Oké, beszélgetek a Kadénásokkal, jó. És itt akkor, aha, ez megint ugyanarról szól. Jó, 50 plusz decentralizált applikáció van már a Kadénájé, már több mint 50 DAP decentralizált applikáció van, meg NFT projektek, meg minden, és akkor tovább nő az egész ökoszisztémája a Kadénának. Na, tök király, jó? Nézzük tovább, na akkor most mennyi van lekötve a Kadénába? Tegnap 6,8 millió, most 7,1 millió, hát olyan nagyon nem növeget, mert ugye már ki kell, hogy hozzák a Kaddexet. De nem értem, mert itt már 400 000 dollár le van kötve, de úgy hivatalosan még mindig nincs kiadva, kicsit úgy felesbe van az a Kaddex, de minden, de lassan már jön hivatalosan is. Na nézzük tovább, mik a trendik. Azt mondja, hogy Metaraffi marhaság, NIR protokoll, eszméletlen jónak tűnik, oké, nagyon ott van a toppok közt. Shiba Inu, jó lehet, ha majd kijön a Metaverse, a lépő az most megint megállt itt 2-2-nél, nem tudom, lépe majd tovább komolyabban, vagy kb. Ennyi volt, neki majd meglátjuk. A Stepn, ugyebár, a Stepen, aminek a GMT a rövidítése, a tickerje, na mindegy, már van ezerféle neve. Jó, tovább, Binance Coin az jó dolog, kriptotőzsdének a tokenje, oké, Stargate Finance az jó, nőtt 16%-a, tehát ez még mindig a 3000. helyen van, vagy sunyiba már átnézték és bekerült a 200-ra. Ó, 3000. helyen, azt tudják mennyi a piac értéke, az ének engem rohadtul nem érdekelnek. Oké, a Bitcoin itt van, az ugyebár legjobb mindenki közül, PancakeSwap, hát itt vagyok, nekem egyáltalán nem tetszik, jó, sokan szeretik, én tartózkodok tőle. Azt mondja, hogy Solana az hú, az még mindig a kedvenceim közt van. Polygon Matikja az is nagyon jó. Jó, egész sok vagy a fele, most jó a trendik közt, amit figyelnek. És akkor mit néznek? A legtöbben rengeteg marhaságot, NIR protokoll, itt van ami jó. Shiba Inu, azt már mondtam az előbb, meg Bitcoin, jó, ezeket minden mondtam az előzőnél, hogy melyik milyen. Oké, és akkor nézzük tovább, hogy hú, már éhes is kezdek lenni, nem baj, már itt a vége. Azt mondja, hogy Bitcoin 41.370-nél, vagy 69-nél, most a 76-nál. Na húzzál ki, lőjél ki, törjed meg fele. Oj, de nagyon itt a tárgyon, törj meg felé a medve trend vonalat. Jaj, de nagyon jó nekünk. Gyerünk, húzzál felfelé, még akár egy izé, amit én... Hú, hogy is, felkelő napnak szoktam hívni, de az esthajnal csillag, vagy Vénusz, vagy akár hogy is hívhatjuk. Ugye bár, amikor itt van egy piros gyertya, alul egy kis piros vagy zöld, az így megáll kb. Egy helyben, és utána egy nagyobb zöld nő, ami túlnövi az előző pirosnak a tetejét. Ugye bár az van itt is bejelölve, előtte is az volt ott bejelölve, balra most nem megyek vissza. Hát, ha még itt hajnal kettő, így nyomna egy akkorát, hogy ha meddig kéne kilőnie, na még egy Ctrl-Z. Azt mondja, hogy én 42 félig, ha felvenne és megtartaná 42 felett nap végéig, akkor puf, akkor lövünk ki, akkor holnap irgalmatlan fog nőni az egész. Úgy arra egy gyertya lenne kávé, mint itt, aztán tolná tovább a piacot. És akkor most már nem tudnak háborút ráhozni, mert már előtték a háború kártyát.
Végre már. Oké. Okay. Jó, azt mondja, hogy Bitcoin 3% pluszba, hát akkor mindenki 4% pluszba, azokat fogom megnézni, akik plusz 10% meg akik pirosba vannak. Na és akkor itt is a Waves, ma sokat beszéltem már róla, most már tényleg rohadtul meg kéne indulni, mert ez egyre aggasztóbb, hogy ennyire jön vissza. Na jó, hát ugyebár itt pú, nem is tudom, hogy ilyen, nem, hol vettem a vézet 5 dolláron, a francia tudja, egy évvel ezelőtt ki tudja már hol. Csak még azért mindig jól állok a vézzel, de ez nem túl jó, hogy itt ennyire megállt. Mikor már zöldül vissza, ma már zöldül vissza az egész piac, neki is át kéne fordulni a zöldbe. Kéne egy erősebbet húzni, na meglátjuk. Na jó, de szerencsére minimális van a portfólióban vézből. Oké, na akkor csak 10% plusz meg piros, a kopp egy piros az árvé, de az nullán van kb. Ma most fog átfordulni majd zöldbe, jó. 4% mínusz. Az Apecoin, na az Apecoin már kezd is erőre kapni, jaj, de szépen megindult az Apecoin 10% pluszba. Oké, a Shiba meg már jön is vissza, tegnap volt nagy lelkesedésem, ma most már mínusz 1%-ban van. Oké, óvatosan a Shibával. Nézzük tovább, figyelj is, mondom, hát itt nincs semmi. Hopp, itt van egy 14, ja, hát a Compound, mert a Compound-ot tegnap felkerült a Robinhood-ra, és akkor most veszik a Compound-ot, ami amúgy egyáltalán nem egy komoly dolog, én már rég kiraktam a portfóliómból. Most nőtt 14 és fél száz, 15%-ot nőtt a Compound most, jó? GMT a lépő mínusz 1%-ban van, hát ennyi volt, itt volt az egy plafonkája a lépőnek, nagyon úgy néz ki. Oké, a Neutrino az is csökken a Waves-en, ugyebár ez a komoly dolog, a Terra Luna, C kategóriás Terra Luna, itt a Neutrino csinálta meg a stabil kriptójával, de az is most még mínusz 1%-ban van, ennek kéne erőre kapni, és akkor húzhatna fel tovább a Waves, na jó, meglátjuk. Azt mondja, hogy Luxrare NFT piac, aminek van tokenje, de azt mondják, hogy nagyon mennek itt a pénzmosások, vagy ez, hát az NFT is mindegy dolgok, úgyhogy érdekes, na mindegy, 10% pluszban ő is, 10,5% pluszban, és akkor ki van még itt, Aniswap, mínusz 1%-ba. Na, jaj, Vichainnek a torja, senki ne vegyen Vichainnek a torját, akkor csak Naturba Vichaint vegyen, hiába nőtt ez 15%-ot, attól függetlenül még ne. Bitcoin Cash, mire felnőtt ez 12%-ot? Na jó, 12%-ot jött a Bitcoin Cash, azt sem nagyon ajánlom senkinek. Celsius meg, ja, az tegnap nőtt valahol, jaj, de hogy nőtt, valahol pedig írták, hogy így Celsius meg, úgy Celsius, már csökkent is, ja, meg most már kamatot se adta hivatalosan, úgyhogy szakad össze a Celsius, ezer éve mondom, hogy ez ettől nagyon óvakodjon, mindenki irgalmatlan szarul néz. Hát ekkorát szakad, csak esik össze az egész folyamatosan, tavaly nyár óta csak esik össze az egész. Senki ne fektessen Celsiusban, nem véletlenül van itt a nem ajánlós lelassultak közt a 13%-ot szakadt. Itt a Glimmer, hát ebből majd lehet, hogy egyszer még lesz valami, hogy visszanövi magát, na meglátjuk, jó, 13%-ot nőtt a Glimmer, meg a Metis, de hát az még mindig akar, hogy az ás szerintem olyan szaggatott még a 4 órása is, hogy förtelem. Egy órás, jó, de hülyén néz ki, jó, hiába nőtt 36-ot, ez nagyon ocsmányul néz ki, senkinek nem ajánlom ezt a Metis se. Na oké, plafony vissza, kettő tekerentyű, oké, na már túl is toltam, jaj, de jó, a Bitcoin már 41.400-on, én végre pihenhetek, reméljük töri a piros trendzónát, még így vissza 15 percesben nézzük, és kicsibe, jaj, de jó, most már megtörtem, már ott van rajta, úgyhogy húzzon felfelé minden, mert már eleget szivattak minket az elmúlt fél évben a világ piaci korrekcióval, legyen ez a végszó. Bitcoin 41.400-on, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!